Múltkor már kérdeztek, és már válaszoltam, de nagyon szívesen még egyszer válaszolok. Miért kell elhinni? Nem kell elhinni. Ez fontos, hogy vakon, amit én mondom, nem kell elhinni, hanem meg kell győződni, meg kell kérdezni, honnan tudok. Hogyha én kitalálom valamit, utána te jössz, kitalálsz valamit, harmadik, akkor melyik közöttünk van igazunk? Lehet, hogy egyiknek se. Ezért, hogyha mi ellenőrzünk, hogy azt, akit akarunk hallgatni, mi alapján tanít, vagy beszél, hogyha valami hiteles forrásból meríti a tudását, és azt oszta meg velünk, akkor még akkor is kell rögtön elhinni, vakon elfogadni, hanem ki kell próbálni, és hogyha működik, meggyőződtünk, na akkor tudjuk bízni ebbe az emberbe. Szóval csak úgy ne higgyük, az jó.